A Kulturális Örökség programhoz csatlakozva nyílt lehetősége a Fényszaruiak Baráti Egyesületének, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Házzal együttműködve a városban is bemutathassa a Hunyadiak Dicsőkora című vándorkiállítást. A 2 évvel ezelőtti Mátyás emlékévre készült bemutató nagy királyunk halálának 530. évfordulóján érkezett Jászfényszarura. A tablókból nyerhető információk mellett egy rövidfilm, illetve az ismereteket felelevenítő feladatsor is kapcsolódik a bemutatóhoz. A kínálatot a FÉBE kezdeményezése egészíti ki. Időnként szoktunk kiadni érmet, és 16 után a 8. érmünk Mátyás király lesz. És Mátyás király személye Fényszaruhoz úgy kötődik, hogy Fényszaru nevét Zsigmond király idejében 1433-ban említették először, de őt követően Mátyás király több oklevelében szerepel már Fényszaru neve. Tisztelete pedig tovább él nem csak a fényszaruiak, hanem a magyarság egészének emlékei között. Az érmet még ebben a hónapban szeretnék kiadni a Baráti Egyesület. 1 hónappal ezelőtt nyílt meg az Eventus Üzleti és Művészeti Középiskola jászfényszarui kötődésű növendékeinek alkotásait bemutató Inga Járat című kiállítás. Kiállításunk, amelyben most állunk, egy nagyon érdekes kiállítást tavaszra terveztük, de már nem akartuk tovább halogatni, hiszen jászfényszarui diákokról beszélünk, akik itt kiállítottak ebben a teremben. Az Eventus iskolába járnak Egerbe, és 4 tehetséges fiatal mutatkozik be ezen a kiállításon, Nyers Dániel, Szerémi, Fanny Petősára és Dombi Áron. Az ő próbálkozásai én szerintem méltók ahhoz, hogy egy ilyen közegben is bemutatásra kerüljenek. A megváltozott körülmények között az egészséget óvó szabályok betartásával látogathatók a tárlatok. A ház alkalmazkodott a pandémiás körülményekhez, ezért igyekeztünk olyan biztonsági intézkedéseket tenni, amelyekkel látogatható az intézmény. Így természetesen kérjük a maszkviselését, illetve a kézfertőtlenítő használatát, távolságtartást, és október 1-től, ahogy az iskolában is, testhőmérsékletet is mérünk. A bemutatókat épp a kialakult járványhelyzet miatt az eredetileg tervezetnél jóval hosszabb ideig látogathatják az érdeklődők, hiszen évvégéig biztosan megtekinthetők lesznek az intézményben.